Hallottál a 10X stratégiáról, vagy inkább nevezzük úgy, hogy hozzáállásról? Beszéljünk már erről, engem is, pedig aztán én pozitívan készültem egy beszélgetésre, de ami választ kaptam egy kérdésemre, az egyszerűen hanyat dobott. Úgyhogy üdvözöllek a mai sikervitaminban, amely segít vállalkozásod fejlesztésében, vagy egy új vállalkozás elindításában. Kezdjük is el! Szóval nem tudom, láttad-e a múlt héten a Mészáros Péterrel készült videót, ha nem, akkor majd be fogom linkelni neked, hogy meg tud nézni. De mi a lényeg, hogy föltettem neki is azt a kérdést, ő a pénzügyi fitness csatorna tulajdonosa, és föltettem azt a kérdést, mint több más coach partneremnek, hogy figyelj ide, mi az az öt legfontosabb, három legfontosabb tanács, vagy gondolat, amire most figyelni kell a vállalkozóknak, leginkább oda kell figyelni és koncentrálni. A válságos időben, tehát háború van, infláció van, sok területen válság is van, demoralizált hangulat van, félelem van, ugye mindezek együtt, és mit érdemes ilyenkor csinálni? És nézzük a videót, de elmondom röviden, mit gondolok erről. Az első válasza az volt, hogy figyelj ide, ne leeresz, hanem törd azon a fejed állandóan, hogy hogyan tudod meg tízszerezni, akár százszorozni a forgalmat. És mondtam, wow, hát ez igen, ez egy kemény gondolat. Ez egy kemény gondolat, ahelyett, hogy mindenki behúzzuk a fülünk farkunkat, hogy a legkevésbé legyünk sérülékenyek, azt mondja, hogy menjünk ezzel előre. És az a gondolat nagyon érdekes, hogy innentől kezdve, amikor ezt így tényleg elgondolkozol azon, saját tapasztalatom, hogy mi van akkor, hogyha nem a megspóroláson, a megtakarításon töröm a fejem, ami persze a biztonságra törekvést nem zárja ki, hanem azt mondom, wow, gyerünk ezzel előre. Gyerünk ezzel előre a marketing területén, a marketing eszközökkel, minden egyéb dologban. És ez olyan erőt tud adni, ha ezt kipróbálod, hogyha leülsz egy darab papírral, és végigmondod, hogy hogyan tudod megtízszerezni, akárhol is vagy, a forgalmadat. Ez egy egészen erős gondolat, próbáld ki, és nézd meg a Péternek a videóját, de azt akarom ebben mondani összességében, hogy bármilyen helyzet van, mint például most ez a több dolog egyszerre, újra terjed, mindenütt erősödik, nagyon durván a vírus, ott van az infláció, ami szintén erősödik, itt van a háború, ami félelmet kelt, és a gazdaságban legalábbis deformációk vannak, tehát a turizmustól elkezdve a autógyárak állnak, tehát katasztrofális, mondjuk úgy deformáció van, mint egy autó, akkor totál károsan ütközik és eldeformálódik az egész szerkezet, így deformálódik a gazdaság, akkor gondolkozz az, hogy ebben a helyzetben is lesz lehetőséged, hogy növekedj vagy előrelépj. Csak egyszerűen el kell dönteni, hogy ez a cél, és nem az, hogy túléljük az időszakot. Mert nyilván hallok időnként én is ilyeneket, ó, hát a következő három évet túl kell, hogy éljük. Na, legjobban kell túlélnünk. El kell próbálni a legjobbat kihozni belőle. Úgyhogy erről fog szólni jó részt egyébként a videók többsége, és erről fog szólni egyébként az email marketing training az egész napos, április 1-én, úgyhogy mindenképpen tartsál velünk személyesen, akkor plusz bónuszokat kapsz, vagy pedig, hogyha online gondolod, akkor online is részt tudsz venni, akkor nem tudsz részt venni az egyik személyes VIP előadáson, viszont mind a két esetben megkapsz két olyan bónuszt, ami egyébként pont valamit most meg kéne tanulnod. Az egyik egy komplett 16 órás, teljesen átfogó online marketing tananyag, aminek egy kinagyított része lesz tulajdonképpen az email marketing, az egésznapos tréning. De a másik, ami érdekes lesz, egy bónuszként kapod meg, és így a részvételi díjat kétszeresen kapott tulajdonképpen vissza bónuszokban, az pedig egy komplett YouTube tréning, ahhoz, hogy el tudj indítani egy nagyon hatékony, eredményes YouTube marketinget, YouTube csatornát, és ez minden, a technikai eszközöktől a vágásig, a téma kiválasztás, a fölrakása a YouTube-ra, a formátumok kiválasztása, minden, szépen le kell térnem az autópályáról, minden dolog benne lesz, úgyhogy ezek mind bónuszok, tehát kb. 30 órányi tananyagot kapsz bónuszként több mint 120 ezer forint értékben. Úgyhogy azt javaslom neked, hogy ne tétovázz, hanem mi hamarabb csatlakozz, regisztráljál,
és akkor ez egy csomó bónuszból is részesedni fogsz, és már föl tudsz készülni. Maga a tréningen egyébként kapsz egy 30 oldalas jegyzetet, vagy online, vagy a személyesen akkor nyomtatva, ahol például lesz több mint 50 olyan inspiráló kérdés, amivel létre tudsz hozni például nagyon sok témát, hiszen nagyon soknak gondja, problémája az, hogy hogyan és milyen módon készíti, vagy találja ki az ember a témákat egy hírlevélhez. Nekem nem túl nagy gond, mert tegnap pont megérkeztünk egy barátunkhoz, este leültem, és itt a mellettem lévő kis táblára papírral fölírtam, vagy 10 címet egyből, amit éppen gondoltam, hogy kéne, de nagyon sokan küzdenek avval, hogy hogyan legyen témájuk videóhoz. És ehhez összeállítottam olyan kérdéssort, 50 olyan speciális kérdést, amivel bármivel foglalkozol, mindig lesz témád, mindig lesz új, klassz ötleted. És még lesznek persze olyan helyben olyan bónuszok, például 300 speciális cím, amivel fel tud kelteni a figyelmet, és még csomó minden, nem árulok el minden titkot. Úgyhogy szerintem az év egyik legérdekesebb és legfontosabb tréningje lesz, és a szellemisége pont ez, amit az előbb mondtam, amit a Mészáros Péter is mondott, hogy 10x. Azon törjük a fejünket, azon fogunk dolgozni veled együtt közösen, hogy tudod meg sokszorozni a forgalmadat, nem behúzni a farkunkat, hanem előre menni. És ráadásul olyan eszközzel, ami az email marketing, amihez nem kell igazából tőke. Legalábbis, amit a vállalkozás szintjén szoktunk mondani, hogy milliók, egyáltalán nem kell hozzá. Ott kell lenned, tanulnod kell, és egy fantasztikus kreativitást, eszközöket fogsz kapni a kezedbe, amikor hazamész, már lesz egy tucatnyi, konkrét, kidolgozott e-mail témád. És ráadásul az egész az egy gyakorlati tréning, tehát folyamatosan együtt fogunk feladatokat megoldani. Úgyhogy ez szerintem a legjobb, ami most tud vele történni, és egy biztos választás, ki tudja, mi lesz már 3-án, de ez egy biztosan jó döntés lesz. Találkozunk április 1-én, jelentkezz a videó alatt, és azt kell neked, hogy legyen meg benned ez az energia. Ez a fantasztikus energia, ha nem is fogod megtízszerezni a forgalmat, de akkor is olyan energia lesz, olyan jó vezető lesz, hogy követni fognak a munkatársaid, bárki, aki hal téged. Na, ez kell sok sikert. Ciao.